És most arra kérném a zsűrit, hogy a 16-os sorszámmal egy páros felvonuló lesz a felvonulás görbülékenysége érdekében. Egy kicsit majd a sorszámok eltolódnak. Tehát egy páros felvonuló következik 16-os sorszámmal. Focilabda és focista. Zene! Sorszámmal, torony!
ember ki lakhat ezekben a szobákban, majd megkérdezzük, és a tetején természetesen egy kis kilátóval a 6-os sorszámú torony. Köszönjük szépen a toronynak, és már is szólítom a 7-es sorszámú piroskát. No, de kérem, ez csak tévedés lehet, hát hol a farka? És farka nincs. Nincs. Valahol ott lapul a fa mögött, de hát a bátor piroska erre ügyesen vett, kérem szépen. 7-es sorszámmal bátran elvonul a gyűri előtt. Megérdemli a tapsot ez a bátor kislány, bizony piroska és farkas nincs. Reméljük piroska odaér a nagymamához azokkal a sok-sok finomságokkal, ami a kosarában van. De már is tudjuk nagymamának ajánlani a 8-as számú versenyzőt, aki egy fogtündér. Utána nagymama elfogyasztotta azt a sok finom édességet, majd a fogtündér megmondja, hogy hogy áll a fogát. Igaz? Ő tehát a 8-as, kedves Gyuri, szárnyasságban, igazi hótisztaságával vigyázz az egészségükre. Most pedig 9-es sorszámmal egy igazi bundás, nagy-nagy hófehér és puha bundás állatot, a nagy kedvencet hadd jelentsen be, Tanító nénivel karöltve, ő a fóka. 9-es sorszámmal bizony, ő a fóka. Nagyon kedves és aranyos, és szerethető. Mindenki kedvence. Ő volt tehát a 9-es sorszámú fóka. És most egy karcsú, vékony balerina következik 10-es sorszámmal, egy igazi balettáncos. Nézzük ezeket a mozdulatokat. A báj, a kes mind egyben van. Csodálatos pot mozgással. Így, ez igen. Nagyon jó. 11-es sorszámmal nem ilyen kecses, ám de nagyon marcona. Nem is tudom, ember vagy lény következik. Hát igen, ő a Darth Vader. Farsak nem lehet Darth Vader nélkül, mint tudjuk. Ő tehát a 11-es sorszámú. A fénykarddal és a hozzá tartozó ruházattal. Darth Vader után szólítanék egy másik lény, egy kedves aranyos lényt, aki 12-es sorszámot viseli, Oberyn. Hát ha piroska volt farkas nélkül, akkor Oberyn a párja nélkül. Ő volt tehát az aranyos, a kissé dundika 12-es, szóltám, hogy a természetesen ezt csak a párnak tettünk. És akkor szólítanám a páros versenyzőket, felvonulóinkat. 17-es szóltámmal már fel is sorakoztak, és tímünk indul a bakterház! Elindult a bakterház, és hát igen, köszönjük szépen, így van, biztatjuk ezt a jelenetet, mert megérdemli csodálatot.
Ez az Egyél Ügyes Bendegúz! Egy nagy tapsot ennek az ügyes fiúnak! És a többinek! Köszönjük szépen az Indul a Bakterháznak és ügyes felvonulóinak. Ők voltak tehát a 17-es sorszámúak. 18-as sorszámmal szólítom a tükör és tojás, illetve tükör-tojás. Ő tehát a 18-asok. A tükör és tojás, azaz a tükör és tojás. Tükörben nehéz helyzete van, de megnyírkózik vele. Ügyes! Nagyon jó! Köszönjük szépen a 18-asoknak, és már is szólítom a 19-es sorszámú Pocahontas és Mekót, a mosómedvét. És már is itt vannak nekünk Pocahontas és a kicsi Mekó, a mosómedve. Nagyon aranyos, hogy integet is a közönségnek, majd a zsűrinek is egyet kérnek az integessel. Köszönjük Pocahontaséknak, és most pedig egy gyönyörűség áll előttünk, és rögtön meglátjuk, hogy kit rejt az ágy, a boldoginos ágy. Ők a 20-as sorszámú felvonulók, kiskerüljük a címmel. Egy bájos zenével. Köszönjük szépen a 20-as számú párosnak, és most a csoport...